Itt ez a Norbi szívműtéte, a második, tehát az életmentő szívműtét. Igen, én nagyon kimerült voltam. Fú, de kemény. És ott itt meg a nyakában benn volt ez a branül. Így van, a nyakában, tehát direkt bekapta a szívbe az antibiotikumot. Ugyanis megműtötték őt október 10-én egy beleszületett szívbillentyű rendellenesség miatt, plasztikázták a szívbillentyűt. Tehát a három szívbillentyű közül az egyik csonka volt. És már olyan sokat visszaengedett a szív, tehát a billentyűk nem zártak jól, hogy indokolt volt a műtét. Műtötték, és ott valahogy bekerült egy baktérium a műtött területre, egy húsevő baktérium. Eltelt 6 hét, és egy hétvégén rosszul lett a Norbi. És hát, mint a ing ott rajta, ilyen fehéres szürke lett a színe, és mondta, hogy Réka, alig kapok levegőt, nem vagyok jó, vigyél be a kórházba. Bevittem a kórházba egy keddi napon, bent tartották, nem tudták, hogy mi baja van. Vizsgálták jobbról-balra, eltelt a szerda, igen ám, de csütörtökön a spiritbe volt táborom. Az első spirit táborom. Mondtam neki, hogy figyelj, muszáj lemenni, mert ha elhalasztom a tábort, a sajtó elkezd kérdezősködni, hogy miért nincs tábor, meg mi van, meg miért maradtál. És képzeld el, hogy lementem a spiritbe, és elkezdtem tartani az előadást a vendégeknek, egyszer csak csörög a telefonom. A kicsim meg volt a ellenőrzés. Mennyi idő alatt tudsz felérni Sárvárról azonnali életmentő szívműtét? Ott van az, Peti, hogy hirtelen egy horrorfilmnek vagy a résztvevője. Sosem felejtem el, ott álltam a falnál, így össze lecsúsztam. Mondom, hogy mi? Azt mondja, figyelj Réka, megcsinálták a vizsgálatot, és a mell üregbe vérzik befelé a szív, spriccel. Nem tudják, hogy mi a baj, de nagyon nagy a baj. Bementem a férjemhez, aki már be volt akkor jódozva, műtétre készen állt. Kértem tőle, hogy ne félj, mert a félelem az egy rossz energia, és az abba bele tud a rossz kapaszkodni. És ekkor tudod, mit mondott nekem? Így összedugtuk a fejünket. Azt mondta, hogy figyelj, van mögöttem egy barna szív alakú valami. És én akkor azt mondtam neki, pedig nekem se előtte, se azóta nem volt ilyen tapasztalásom, azt mondtam neki, hogy szerintem ez a te őrangyalod. És akkor rárakták az ágyra, odatolták a műtőhöz, és akkor azt mondta nekem az én semmiben nem hívő férjem, hogy Réka, most is itt áll mellettem, érzem. És akkor mondtam neki, hogy én meg látom, de tudod, nem így a szemeddel láttad, hanem érezted. És mondtam neki, hogy figyelj, egyre kérlek, hogy ne engedd el a kezét. És akkor betolták a műtőbe, bezárult a műtőajtó. És mennyi esélye volt a túlélésre? 10%. Akkor ott összeomlottam, ordítva zokogtam, amikor betolták a műtőbe, addig tartottam magam, nem jöjve székeltem, nem sírtam, és akkor utána jött az örökké valóság, amíg várod, hogy... Hát szányolás műtét volt? Majdnem 9. Jézusom! És ott voltál bent kint? De mit csináltál? Ültem összeroskadva az ágyon. És a gyerekek? Jézus. Gyerekek otthon. Gyerekek semmit nem tudtak. Ugye én Sárvárról érkeztem. Semmit. És akkor képzeld el, hogy jött a főigazgató. Offner Péter, igen. Igen, Péter. És akkor elmondta, hogy egy húsevő baktérium támadta meg a billentyűt, tehát magát a műtött billentyűt, ott tájogot képezett, és elkezdte felzabálni a szívet, és a Norbi szívének az egyharmadát megzabálta. Úgyhogy Székely László eltávolította ezeket a tájogokat, orvosi teflonnal pótolta, de nem tudják, hogy sikerült-e mindent kitisztítani. Éppen ezért alá kell írnom egy papírt, hogy külföldről azonnal érkezik egy olyan antibiotikum, ami nagyon széles spektrumú, kinyírhat vesét, májat, bármit. De hogy ez az egyedüli megoldás, mert nem tudják megmondani, hogy mivel tudják, ha véletlenül benn maradt, mivel tudják ezt elpusztítani.
És mondtam, hogy aláírom. Ha ezen múlik az életem, hogy ne írnám alá? És onnantól kezdve 2 hónapig bent laktam a férjemmel. Onnan jártam fellépni. Itt karácsonyoztunk. 2 hónapig bent volt a kórházban. 2 hónapig. 2 hónapig. Igen. 16 kilót fogyott, nem tudott felállni. Ott tologattam egy tolókocsiban. Kihullott a szemöldöke, vérzett a nyelve, lejött róla a bőr. Jézus. És volt olyan, hogy amikor mentem és nem volt a szobában, akkor a szobához tartozó mosdóban a WC-n ülőkére, lehajtott ülőkén imádkozott, hogy meggyógyuljon. És tudod, Peti, akkor én rájöttem arra, hogy tök mindegy, hogy ki vagy. Teljesen mindegy, hogy mit van. Ha egészséged nincs, akkor nincsen semmid, és nem tudod megvásárolni. Úristen. És hogyha nekem akkor azt mondta volna valaki, hogy Réka, a férje meggyógyul, ezért az egy mondatért én a 3 gyerekemen kívül mindenemet odaadtam volna. Arra, hogy én újra kezdjem az életemet a nulláról, mert világéletemben dolgoztam, azért, hogy a férjem meggyógyuljon, azt mondtam, hogy oké, csináljuk, csak gyógyuljon meg. És hál' Istennek a jó Isten visszaadta. Hogy tudtad végigcsinálni? Tudod, hogy én akkor kerültem közel a futáshoz. Vettem egy jó futócipőt, kimentem az erdőbe, és üvöltve sírtam. Üvöltve. És amikor futottam, ott találtam menedéket. Ezért szoktam azt mondani, hogy a sportcipődben benne van minden, amire a lelkednek szüksége van. Mert mindig ad egy menedéket a fájdalomban, a kétségbeesésben,